Újabb sikeres elfogás, rendőrkézre került a diósdi kisboltot kirabló férfi. Ünnepélyes szerződéskötés, Call Aktív projekt a Napraforgó Nonprofit Közhasznú Kft.-nél. A hagyományoknak megfelelően Schwab bált tartottak hétvégén a Szepes Gyula Művelődési Központban. Köszöntöm Önöket, az Érdi Városi Televízió híradóját látják. Újabb sikeres elfogásról számolt be híradónknak az érdi rendőrkapitányság. Az elmúlt héten csoportos rablás elkövetőit fogta el a rendőrség, hétfőn este pedig egy férfi is rendőrkézre került, aki egy diósdi kisboltot rabolt ki még januárban. Maszkok, kesztyűk, gumibot, bozótvágó kés, többek között ezeket a tárgyakat foglalta le a rendőrség annak a férfinak az otthonában, aki fegyveres rablást követett el a Diósdon még az év elején. Az elkövetőt a rendőrség hétfőn este fogta el. 2013. január 2-án történt egy felfegyverkezve elkövetett rablás Diósd területén. Ekkor egy fiatalember egy kis boltba bement, arcán az itt látható egyik maszkot elhelyezte, valamint a kezében egy eszközt és egy gázsprét tartott, megtámadta a hölgyet és 16 000 forint készpénzt tulajdonított el. Az adatgyűjtések és a nyomozás során információ merült fel az ismeretlen elkövető kilétére. Mivel a megfelelő tárgyi bizonyítékok nem voltak a kezünkben, ezért tanúként idéztük be. Tanú kihallgatása során tagadta a bűncselekmény elkövetését, erre vonatkozóan semmilyen információt nem adott át. Ezt követően nála egy házkutatást tartottunk, és a házkutatás során az itt látható eszközök feltalálásra kerültek, megtalálásra kerültek és lefoglalásra. Ezt követően már a megfelelő bizonyíték kezünkben volt, és így gyanúsítottként tudtuk kihallgatni. A gyanúsított kihallgatása során részletes beismerő vallomást tett, ezt követően őrizetbe vettük, és előzetes letartóztatását kezdeményezni fogjuk a bíróságon. Ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A fiatalember még büntetlen előéletű, hát a tényleges büntetés majd a későbbiek során a bíróság fogja meghozni, kimondani. A múlt hét még ennél is sikeresebb volt, bravúros nyomozásnak is mondható, hangsúlyozta Józsa Róbert. Akkor egy csoportos rablásban 3 elkövetőt sikerült azonosítania az érdi rendőrkapitányság munkatársainak. A kihallgatások során információk merültek arra vonatkozóan, hogy a Lőcsi úton elkövetett fegyveres rablásnak is ők az elkövetői. Ebben az ügyben gyanúsításuk megtörtént, őrizetbe vettük őket, azóta az előzetes letartóztatásuk is megtörtént, és ismét szintén a nyomozás során sikerült rájuk bizonyítani, hogy ezek az elkövetők betöréssel, gépkocsi feltöréssel, valamint újabb rablásokkal gyanúsíthatók. Annyit azért el szeretnék mondani, hogy a fegyveres rablásunk a múlt hét csütörtökön a délutáni órákban volt, és az elkövetők 24 órán belül gyanúsítottként szerepeltek nálunk, és az őrzetbe is vettük őket, tehát két kollégánk rendkívüli módon vetette bele magát a munkában, nagyon sok információt gyűjtöttek, valamint kell emelnünk azt, hogy állampolgári segítséget is kaptunk, és így nagyon rövid időn belül nagyon sikeres eredményeket tudtunk elérni. A rendőrség továbbra is mindent megtesz a város közbiztonságának javítása érdekében. Ebben a munkában a lakosság segítségére is számítanak. A felvételizőknek egy hónap áll rendelkezésükre, hogy beadják jelentkezésüket a 2013. szeptemberében induló alap-, mester- és osztatlan mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre. A jelentkezés határideje 2013. március 1-e, egy felvételiző pedig legfeljebb 5 képzést jelölhet meg. A szeptemberben induló képzések listája és a jelentkezés tudnivalói a hivatalos kiegészítéssel együtt megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon elérhető felsőoktatási felvételi tájékoztatóban. Fontos, hogy a felvételizők még a jelentkezés benyújtása előtt olvassák át az aktuális szabályokat, pontszámítási módszereket és az egyéb az érvényes jelentkezéshez szükséges tudnivalókat, figyelmeztet az oktatási hivatal.
A Napraforgó Nonprofit Közhasznú Kft. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően indíthatta el KOL aktív elnevezésű projektjét. Ennek keretében 14 megváltozott munkaképességű munkavállalóval írták alá a képzési megállapodást a nap folyamán. A Napraforgó Nonprofit Közhasznú Kft. Egy munkaebédre látta vendégül a projektben résztvevő munkavállalókat a Fesztál étteremben. A kollektív elnevezésű programot 2012. szeptemberében indította el a cég azzal a célkitűzéssel, hogy megváltozott munkaképességű álláskeresőknek adjanak lehetőséget elektronikus és telefonos ügyfélszolgálati munkaterületen. Ennek a programnak az első szakaszában, szeptembertől az előző év végéig arra fordítottuk az időt, hogy megpróbáltuk megtalálni a érdeklődő és alkalmas jelölteket, akiket a végére 20 főben valóban sikerült is megtalálnunk. Ebben a call centerben azok a jelöltek, akik sikeresen teljesítik az OK és vizsgát, és a Napraforgónál fognak dolgozni 6 hónapon keresztül, ők olyan kimenő és bejövő hívásokat fognak kezelni, amik nem üzleti célúak, hanem közösségiek. Ennek előkészítése érdekében felvettük a kapcsolatot a térség önkormányzataival, polgármesteri hivatalaival, és keressük a lehetőséget a civilekkel való együttműködésre, és a következő 3 hónapnak fontos feladata lesz, hogy ezt a szolgáltatást megfogalmazzuk és tartalommal megtöltsük. A program során a megváltozott munkaképességűek között nem tettek különbséget, mindazok jelentkezhettek, akik az alapkövetelményeknek megfeleltek. Minimális elvárás volt az érettségi vizsga megléte. Az a 20 fő, akivel szerződést kötöttünk, nagyon különböző problémákkal küzd, az egészségét, a funkcióit tekintve, és nem is ez volt a cél, hogy ebben a körben, vagy ebben a kritériumban gondolkodjunk. Legfontosabb az az volt, hogy erre a munkaköre alkalmas, és ez iránt a feladat iránt elkötelezett jelölteket kutassunk fel. Mostanában kezd a call center, mint technológia és mint szakma betörni erre a piacra, és hát nyilván én úgy érzem, hogy ebben azért vannak nagyon komoly lehetőségek a jövőre nézve, hogy abszolút egyenrangú munkát tudjunk végezni. Nyilván nem minden vakember alkalmas erre, de aki alkalmas és szereti, azt csinálja. A szerződő munkavállalók 1-3 hónapos képzésben vesznek részt, amit a vizsgakövetelmények teljesítése után 6 hónapos munkavégzés követ, melynek a helyszíne a Napraforgó Nonprofit Közhasznú Kft. Érdi székhelye lesz. Ez a 3 hónap részben ugye magának az OK és szakmai tudásnak a megszerzésére szolgál. Ehhez egy nagyon tapasztalt képzőintézményt kértünk fel partnernek, akik a felnőtt képzésben sok évet tartó tapasztalattal bírnak. Ennek az óraszámok tekintetében 220 óra a kerete. Jellemzően ez azt jelenti, hogy a hetük nagy részét ez az elfoglaltság fogja kitenni. Bejárnak a képzőintézménybe, meghallgatják a képzéshez kapcsoló modulokat, részvizsgákat tesznek, április 10-én pedig egy záróvizsgát. A köztes időszakban pedig ugye azokat a szolgáltatásokat nyújtjuk, amivel mi előzetesen készültünk, és ami a mi szakmai tudásunkat jelenti. Legfőképpen szeretnénk őket abban segíteni, hogy sikeres vizsgát tegyenek, illetve miután a vizsgát letették, segíteni szeretnénk őket abban is, akit foglalkoztatni nem tudunk, hogy felkészítsük őket az önálló munkavállalásra ebben a munkakörben nyílt munkaerőpiacon. Gondolom, hogy ezzel könnyebb lesz ezzel a végzettséggel elhelyezkedni akár egy banknál, ami azért talán annyiból jobb, hogy nem értékesíteni kell, nem hideghívásokat kell indítanunk, hanem már egy banknak az ügyfélkörét kell rendeznünk, és annyival könnyebb, hogy akkor mondhatom azt, hogy lehet, hogy nem dolgoztam még ilyen helyen, illetve hogy ha már a fél évet belevesszük, akkor dolgoztam is ezen a helyen, akkor már könnyebb, mint hogyha azt mondanám most jelen tudásommal, hogy én most szeretnék valami banknál, vagy bárhol call centerbe dolgozni. Kóródi Edit szakmai igazgató továbbá elmondta, hogy a projektnek köszönhetően a munkavállalók egy piacképes tudást szereznek majd meg, amit a munkakeresés során tudnak majd kamatoztatni. A felkészítő programunk is arra tapasztalatra
alapozódott, hogy ebben a munkakörben gyakran közvetítünk megváltozott munkaképességűeket, de tudjuk, hogy ez a feladat nem egyszerű. Bizony sokszor kimenő, bejövő hívások kezelésekor nagyon stresszes helyzetek alakulhatnak ki, és egy megváltozott munkaképességű ember számára kifejezetten, vagy még inkább fontos, hogy a testi-lelki egyensúlyát meg tudja tartani, ezért ennek a programnak a hozzáadott értéke az, hogy megfelelő felelős döntés alapján és megfelelő felkészítéssel tudják vállalni ezt a munkakört. De ahogy mondtam, ma ebben a gazdasági helyzetben a cégeknek nagyon fontos, hogy megtartsák az ügyfeleiket és újakat szerezzenek, tehát ügyfélkapcsolati munkakör ma a piacon jellemzően nagy számban adott, tehát abban bízunk, hogy az elhelyezkedésüknek sem lesz akadálya. Ez a képzési program, ez az egész program, ez nem csak arról szól, és ezért nagyszerű ez a program, hogy tanulunk valamit, ami után majd lebegünk a levegőben, hanem abban is segítenek nekünk, hogy legyen lehetőség munkatapasztalatra. Én dolgoztam call centerbe, de ez most egy más minőségű dolog lesz, hiszem, hogy fejlődési lehetőség. Tehát biztatónak látom a jövőt, és hát mindenképpen döntően azért az én hozzáállásomon múlik minden. A munkaebéd adott alkalmat arra is, hogy a Napraforgó Közhasznú Nonprofit Kft. Ünnepélyesen aláírja a projektben résztvevőkkel a képzési megállapodást. Az idén sem lankad az adóhatóság figyelme, mert a tavainál lényegesen több 700 milliárd forint adót, járulékot és más közterhet kell beszednie. Ezt pedig csak úgy tudja megtenni, ha fokozza az ellenőrzéseket. A nagykereskedők többségének a körmére néz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A cukor és édesség nagykereskedelmével, az állat, a hús, a húskészítmények, az elektronikus és háztartási cikkek, számítógépek, szoftverek, híradástechnikai berendezések forgalmazása, alkalmazásával foglalkozó cégek nagyobb eséllyel számíthatnak ellenőrzésekre. A biztonsági őröket, nyomozókat foglalkoztató vállalkozások, a munkaerőkölcsönző cégek, vetőmagokkal, dísznövények, műtrágya eladásából pénzszerző vállalkozások is a NAV célkeresztjébe kerülnek, illetve ott maradnak, mert több tevékenységet már tavaly is előszeretettel vizsgáltak a revizorok. Az érdi német nemzetiségi önkormányzat megtartotta hétvégén a hagyományőrző sváb bálját a Szepes Gyula Művelődési Központban. Közel 150-en vettek részt a rendezvényen, ahol elsősorban a zene és a tánc kapta a főszerepet. A bál célja a szórakozás mellett természetesen a sváb hagyományok ápolása és azok népszerűsítése. A rendezvény szervezője, az érdi német nemzetiségi önkormányzat elnöke Eszes Mária elmondta, hogy a nemzetiségi programokba igen nehéz bevonni a fiatalokat, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez a jövőben változzon. Érden a svábok nem betelepültek, hanem házasság útján, általában házasság útján jöttek ide. Az én szüleim is Bácskából jöttek, az apukám részéről, az édesanyám pedig vértesöcsei sváb. Tehát Érden nem Mária Terézia idején, illetve mi volt a második? Tehát nem a tatárjárás után települtek be a svábok, hanem bejöttek később házasság révén. A 20-as, talán a 10-es, 20-as évek környékén. Elég nehéz dolog most már a hagyományőrzést. Az egyik dolog az, hogy svábbal tartunk. Én inkább arról beszélnék, hogy nagy-nagy nehézségek árán talán most már elindul az óvoda előkészítése, ugye, mert most nem tudtuk, hogy az óvodák is átmennek állami kezelésbe, de csak az iskolák mentek át, így maradtak a polgármesterné, az érdi polgármesteri hivatalnál, és most újra kezdjük az óvoda felé a lépéseket a nemzetiségi csoport beindításáért. Nagyon sok-sok szülő írta alá a nyilatkozatot a jelentkezéshez, és ami nagyon nagy lépés, hogy a Mariánum iskola pozitívan állt hozzá, és beindítunk egy nemzetiségi táncoktatást, aminek nagyon örülök. A sváb rendezvények rendszeres kelléke a rozmaring. Az idei bálon a tombola egyik fődíja volt ez a növény. Azért használják a rozmaringot a lakodalmakban a svábok és a bálokon, mert hogy ez a termékenység jelképe.
de most egy sokkal tartalmasabb, aranyosabb mondást hallottam róla, hogy a rozmaringot ugye mindig visszavágják és levágják, de mindig kihajt úgy, ahogy a németek a nagy szorgalmukkal és igyekezetükkel mindig igyekeznek a sok-sok baj után talpra állni. Az idei bálon többen hagyományos népviseletben jelentek meg, emelve ezzel is a bál fényét. Nem betelepült svábok vannak, itt vannak keletnémetek, osztrákok, és ezért a ruhánk is nem a hagyományos sváb ruha, hanem ez a trachten, ez a trindli ruha, ami az osztrákoknál is viseletes, és ezt nagyon szeretjük, szép, mutatós. Hát ez a talán, hát nem lehet, ezt nem lehet hagyománynak mondani, inkább a német, az osztrák világhoz egy kicsit közel visz bennünket. A bál jó alkalmat adott arra is, hogy a résztvevők a jövőbeni tervekről is beszéljenek. Így szó volt a városban élő nemzetiségekkel való együttműködésről, és a környező települések sváb nemzetiségi csoportjaival való kapcsolattartásról is. Szerdán reggel is marad az erősen felhős, borongós idő, inkább csak délkeleten-keleten szakadozhat fel a felhőzet. A Dunántúlon többfelé valószínű eső, zápor. A délkeleti szél a déli ország részben megélénkülhet, nyugaton pedig már északira forduló szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Hajnalban -1 és +2 fok valószínű. Napközben is jó részt erősen felhős vagy borult lesz fölöttünk az ég, többfelé várható eső, zápor, néhol havazás, hózápor is. A szelet élénk lökések kísérhetik, a maximum hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. Az érdivárosi televízió híradóját látták. Műsorunkat megnézhetik a www.érdhiradó.hu internetes portálon, és köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!